Székely Tamás a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És akkor most hogy fogják ezt a felmérést csinálni? Tehát a munkaadókat, vagy a munkavállalókat kérdezik meg egyenként, hogy mennyivel lett több, vagy kevesebb a fizetése, vagy hogy lesz? Nem, hát a szakszervezetnek pont ez a feladata. Részben ugye a bértárgyalások zajlanak, valahol még el se kezdődött, meg kellett várnunk, vagy megvártuk azt taktikailag, hogy hogyan tudja a munkáltató kigazdálkodni ezt a bérkompenzációt. És az is érdekes majd, hogy a későbbiekben az állam azokat a pályázatokat, amelyeket korábban beígért, az hogyan fogna tudni majd a munkáltató megpályázni. Hát és hogyha nem lesznek, tehát hogyha a munkáltató nem hajtja végre a bérkompenzációt, akkor ugye annak az a következménye, hogy nem vehet részt különböző állami pályázatokon. Ez igaz. De ha megnézzük Magyarországon azt a sok 10 és 100 ezer vállalkozást, és ma Magyarországon hány pályázatra tud egy-egy cég pozitívan jelentkezni, akkor azért egy nagyon nagy rétegnek semmi esélye nincsen pályázatokban indulni. És ha megnézzük mondjuk a vegyipart, illetve a VDS működése területétől más ágazatot is, akkor ott sokkal veszélyesebb mondjuk az építőipar, amikor ez a fajta bérkiáramlás el fog kezdődni egy fekete munka irányába. Tehát ez egy rettentő veszélyes dolog, és visszatérve a vegyiparba, azok a vegyipari cégek, akiknek hát mondjuk alapanyag termelése van, azok nem nagyon indulnak el közbeszerzési pályázatokon. Hát nem, az a jellemző. Tehát most kimondottan a vegyiparban dolgozó, tehát azt a 200 céget, amelyet a szakszervezet, illetve az ott dolgozó munkavállalókat képviseli, tehát azt veszik majd górcső alá. Részben, és már más ágazati szervezetekkel közösen megállapodtunk abban, hogy bővítjük ezt a felmérést. Szeretnénk megmutatni azt, hogy az egyes ágazatokban, független attól, hogy milyen gazdasági helyzetben vannak a cégek, igenis ez a kompenzációs, ez a teljes agyament bérgazdálkodásra kötelezett vállalkozási csoport nem tudja kigazdálkodni a jelen gazdasági környezetben ezt a fajta béremelést. Hogyha megcsinálják a felmérést, hogyha látják azt, hogy hány cég nem tudta kigazdálkodni és nem hajtotta végre a bérkompenzációt, akkor mi van? Ezen hogyan tudnak tovább lépni? Vagy lesz egy pontos számadatuk, de mit tudnak vele elérni, attól nem lesz az embereknek több pénzük. Ez sokkal messzebb vezet, mert nekünk folytatni kell a bértárgyalásokat, illetve a kollektív szerződéseket is módosítani fogja az új munkatörvénykönyv következtében az élet, és erre nagyon föl kell készülnünk, hiszen ez egy egész folyamat lesz az első fél évben ebben az időszakban, és azzal, hogy a vállalatok egy része nem fogja tudni ezt a bérkiesést kompenzálni, innentől kezdve sokkal nehezebb helyzetbe kerülnek a munkavállalók. Ezért fontos az, hogy a szakszervezet milyen megállapodásokat fog tudni kötni a munkáltatókkal. Készítettek egy kördiagramot is, ez a bérkompenzáció a VDS területén, sőt két ábra is van, bérkompenzáció a VDS területén, mind a kettő ugyanaz? Nem, van egy... Viszont nincsenek, tehát ami a honlapjukon szerepel, abban nincsen meg a színekhez vagy a hasábokhoz tartozó, jól kisléptem előle, tehát hogy melyik színnel mit mutatunk. Ezen az ábrán az látszik, hogy a VDS működési területének közel 48%-ában nem érintettek a munkavállalók a bérkompenzációban, viszont az az 52%, amely érintett... Mondjon nekem színeket, mondom, tehát a kék az a többség, az, ami nem érintett. Igen. A zöld az, ahol nincsen még bérkompenzáció, és a piros az pedig, ahol január 1-ével megtörtént a bérkompenzáció, tehát a munkavállalók megkapták már a januári fizetésükkel. Ez egyébként egy tendencia, tehát jól látható az, hogy ha az összszázat nézzük, a teljes torta cikkeit, akkor egy nagyon pici szelete a piros, ahol a munkavállalók megkapták. És ez egy másik helyzet. Nekem a másik, tehát két ilyen tortájuk van, de nekem mind a kettő teljesen egyformának tűnik. Az ugyanaz a torta.
Tehát ez két teljesen egyforma. Igen, az ugyanaz. Akkor jól látom, hogy ugyanaz. Egy másik számítást végeztünk a munkatörvénykönyv módosításával kapcsolatban, amikor a műszakpótlékok és az egyéb változások következtében kiszámoltuk, hogy adott esetben mondjuk egy 800 óra, forintos órabér mellett műszakban járó munkavállaló havi szinten körülbelül 6000 forinttal fog kevesebbet kapni, ez éves szinten ugye több mint 72000 forint. És a bérkompenzációt önök egyébként hogy számolják? Hány százalékkal? Tehát az a bérkompenzáció, amiben megállapodott mondjuk a vállalkozókkal, a kormányzat, vagy pedig már beleszámolják azt is, hogy az gyakorlatilag, tehát hogyha amiben megállapodtak, azt végrehajtották a munkadók, akkor ott vagyunk, hogy nem csökkentek a jövedelmek. Viszont az értékük csökkent, hiszen 5,5% volt az infláció az első év első hónapjában. Az nagyon magas. Ez sokkal rosszabb, hiszen a bérkompenzációt nem lehet százalékban számolni, csak azt, hogy kik kapták meg. Minden egyes munkavállaló a saját béréhez képest kapott kevesebbet az adójóváírás megszűnésével, tehát itt forintosított összegek vannak a munkavállalókra bontva. Ami a következő lépés az, hogy ha ez a kompenzáció megtörténik ennél a munkavállalói csoportnál, akkor még semmi nem történt, hanem a tavalyi bérét kapja meg. Egy magasabb bérköltséget eredményez egyébként ez a munkáltatóknál, és erre kellene még további bérnövekményeknek bekövetkezni ahhoz, hogy a munkavállalók jobban járjanak. Hát arra manapság nem sok esélyt látok, vagy nem sok vállalkozó nyilatkozott úgy, hogy további bérnövekményt ad majd a dolgozóknak. Ezért fontos egyébként ez a felmérés, mert nagyon nagy veszélye van annak, hogy a munkaerőpiac tovább fog változni, és nem pozitív irányban, hanem negatív irányban. Ezért is fontos számunkra az, hogy a kormányzatnak be kellene látnia, hogy ez az adópolitika nagyon-nagyon negatívan hat a teljes gazdaságra, és elsősorban a foglalkoztatásra. És a foglalkoztatottak pénztárcájára. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. We'll be right back.